Viszem a tyúkot, ha ne. Kiszott a fővennel kizuladd a meccseket. Búcsúzásomnak most lépen kezdése. Az elbúcsúzó szavam, hullanak könnyeim, mert tőletek búcsúzom, drága szüleim. Drága édesapád, felejtsd el ezeket, ezeket a jó Isten áldjon meg tégedet. Drága édesanyám, ezeket a jó Isten áldjon meg tégedet, a fényes mennyországban adjon neked helyet. Isten szent nevében induljunk el csendes békességben. Őlegény urunknak keressük fel párját, az ő drága kincsét, kedves menyasszonyát. Hozzunk valaki kedvet, boldogságot, hozzunk a kedvére egy szép gyöngyvirágot. Induljunk el tehát Isten szent nevében, jöjjenek utána mindjárt a kérem. Hála az Istennek, felvirattunk szépen, eljött a nap, hogy a kedves leányunknak oltárhoz kell menni, mint menyasszonynak. Ajáratba jöttünk hajlékába, hogy elvezessük őt az Isten házába. Ezért a menyasszony szépen arra kérem, hogy legyen idejében rendben és készen. Jó napot kívánok! Fogja meg, de hogy is nem belefér. Egyet csak egy. Béla. Így jó. Drága, a főszereplő, a szupersztár. A kis ugye? Réteges. Egy kis Stallone. A kis réteges. Az a lényeg. Most már biztos elalszik, majd az autóban megyünk. Csinál a bácsi neked. Le van, mert aztán látom. Szépen nézett. Vigyék te is oda meg. Mama, kacsik a két terület. Jó van, tegyél azt. Én nem tudom, hogy menek kicsit benne. Hullanak könnyeim, mert tőletek búcsúzom, drága jó szüleim. Bocsánatot kérek, mert sokszor megbántottalak, jóságod és sokszor megszomorítottalak. Drága édesapád, felejtsd el ezeket, és ezeket a jó Isten áldjon meg tégedet. Drága édesanyám, ezeket a jó Isten áldjon meg tégedet, a fényes mennyországban adjon neked helyet. Tessenek szívesen beülni. Olyan gyorsan mozog, hogy nem lesz. Thank you.
Ez egy pillanat azért is sorban. Nincs más, nem is kaparok más tűnyöt. Csak amit tőle kaptam, s még kapok. Koldus szegény, irányozatok. Részeg vagyok, és mindig szomjak. Koldus szegény, irányozatok. Részeg vagyok, házasságkötési szándékokat bejelentették. Kijelenti-e ön Csillik Béla, hogy az itt jelenlévő Hochmeier Szidóniával házasságot köt? Kijelenti-e ön Hochmeier Szidónia, hogy az itt jelenlévő Csillik Bélával házasságot köt? Igen. Én, mint Kecskemétváros anyakönyvvezetője, önöket az előttem és a jelenlévő két tanú előttet egybehangzó kijelentésük alapján a Magyar Köztársaság törvénye értelmében házastársaknak nyilvánítom. Századok óta jelképesen azzal ábrázolják egymáshoz tartozásukat, hogy házasság kötésük alkalmából jegygyűrűt húznak egymás ujjára. Én is erre kérem őket. Szíveskedjenek felhúzni egymás ujjára a jegygyűrűt.
Egy pohárból, én már ugye senki nem hozott ide egy üdítőt, hogy valami. És mire visszaértem, Szimre bácsi, hát borénak, na most nem tagadnak. Szimre bácsi kétszer még hozta. Én gyűjtem, kezdtem sorba, mert ugye sortalok, én is mindet kétszer még hoztam. Ez valami kényeket elsoltam. Apja, ebből nem eszek. De azért ezt kóstoljad, hogy mit gondolok, hogy milyen lett, na. Jó? Nézd ezt a paprikát. Paprika. Azt eljövehetettem, megnézem, hogy hol. Mi van üzébe? Azt úgy hoztam. Látod? Hogy miért van a szájában? Érdemel, vincs ebben fáradtan, ezt utolérheted ebben a videóban, ezt akartam mondani, utolérhetetlen vagy vincs ebben a videóban. Köszönöm szépen!
hozzánk Perzsából, követek jöttek hozzánk hatjámból. Megérkeztek megterhelt evény, majd előkerülnek pompás étkeim. Elsőtár itt a leszbagoly nyerítés, ami követ majd a kemence nyögés. Csirkeordítás, borjúkőgés, és végre érkezik egy üres kocsi dörgés. Bőlegény mutat egy beteg sündisztó részen bepátolva, menyasztonyunknak egy számédes bóla nyásnézhúzva. Násznék, mint a sült húsa egy fejszefogva, egy számesztendős keréknek a nagyát. Hát tudom, hogy mindent a híres eledelünk, mi föltállalják jó ízűen eszélyt. Most már nem tréfálok, megyek a konyhára, a sok jó ételnek a sáda illatára. Menjenek én úgy mindjájuk láttára, a hamarabb nem, úgy karácsony tájára. Felkerestük téged, feltettük ezt ép ékességet, a te koszorul mutatja, hogy nem vagy már lány, nem vagy hajalon, tündökölt benne, mint ékes menyasszony. Bár az idő minden elemét, de téged az vett el, ki igaz szívből szeret, az Isten áldjon meg mind a kettőtöket, a szerelem rózsa látta, kösse össze szíveteket, és egyedül a halál válaszol el benneteket, szívemből kívánom. Nem jó, mert látják, hogy mennyit eszek. Keveset ének ezt. Nem fogom szerni. Meggyilkolták szegényt, ó, de retteredes, de húsa jó és igen ízletes. Tessék, műlegény uram, ne térje a prózda, mert egy darabka nékem is jó volna. Nem baj. Nem baj. Nem baj. Nem baj. Nem baj. Nem itt a finom lisztből készült sütemény, nincs ebben mustár, állni sem kövény. Aki ennel él, azt nem bántja a közszél. Tudom, hogy szeretik az itt levő szüzek. Az Isten értesse leállt serüket. Most jóval majd ellátnak bennünket. Angyali szüzek, ne szomorkodjatok!
ezen az őszön kivaradtatok. Jön a jövő farsad, lesz benne részetek, hát maradtunk még legények, kivel lefekhettek. Kész Harkainé! Gyere már ide! Szaporodjatok minden csicsolókkal, egy év múlva akkor a fiatak létre, mint a... Egy más fiú, más ember szeressét. Lázolgom, és a kényeit felszállítom. Távolodom, és a kényeim megszállítom a nyomtán. És fény, biztosan fény. Hát kezdjük el újra, s meglátok a szívem. Csak miért? Ki tudja, hogy és miért? Hár az én utamon. Oh,
Magyar. Hát tudom, hogy sokan ismerték az apámat. Hát tudják, hogy mi történt vele. Hát elvette az anyámat. Hát mondta, hogy az apám ezt nem tette hiába, mert az anyám egy ilyen karakán gyereket hozott a világra. Egyszer azt mondja nékem az apám, hallod-e te gyerek? Úgy látom, a fejed már elég kerek. A károkra volt a vettik, hát engem ne átkozz. Nősű még, hozd azt, hogy a házhoz. Mondhatom, apám, de soha nem vártam, hogy igaza volt, az azonnal beláttam. Széles csókezemben a nyakába borultam. Ez az édesapám, én is éppen így gondoltam. Csak aztán szögetődött fejembe a dolog, hogy vajon elvenni, milyen kislány tudok. Mert én nekem mind szép, és szeretni mind tudnánk. Az a kérdés, hogy a sok közül melyik jönne hozzám. A faluba minden lányos házhoz bekopogtam, és képzeljék, az első nap csak 40 kosarat kaptam. Az egyik azt mondja, hogy még nem mehetek férhez. Másik azt mondja, hogy nem megy, csak uras legényhez. Harmadik is bevallám, 10 év el volt idősebb az anyámnál. A negyedik én már nem is volt mit követelnem, az kereken megmondta, hogy kicsi, azért jövedelmem. Utána már aztán félve néztem széjjel, képzeljük, nem tudtam aludni egész éjjel. Kerestem, kutattam, hogy mi az oka annak, hogy nekem a lányok úgy hátat forgatnak. A szörnyen bamba voltam, ugye az meg is látszik rajtam. Na meg minden lányos háznál, hogy előhozakodtam. De nélkül mennyire? Hogy az apámtól én mindig azt hallottam, hogy a pénz a számolva, az asszony meg verve jó. Szamár voltam, tudom, hogy így eljárattam a szám. Azóta se jött egy kislány se hozzám. Azóta a lányok úgy újjal mutogatnak rám, de pörge bajusz alatt meg pálott volt a szám. De azért a kedves vendégek, ha való egy lányt tudnának, súgják meg a nevét, hát ha belém szeret. Hát ez a szép pofám élet, hát talán majd elmi, köszönjük. A egy jó jelszó, tartós vége, állj közé.
Azóan cigány, mi egész, nem teljérő, rigó, mi figyelj rá, mi egész.